Javában melegítenek a jövő bajnokai. A Paksi FC ökölvívói nagy lelkesedéssel készülnek minden edzésre, megmérettetésre Kossuth Lajos utcai szerény bázisukon. Az EGRI országos magyar bajnokságon 5 paksi lépett ringbe, közülük 3-an éremmel tértek haza. Nyári Péter Dávid ezüstérmes lett a 37 kg-osok súlycsoportjában, míg az 54 kg-os Sárközi János és az elit női kategóriában 81 kg-os Sebestyén Daniella bronzérmet szerzett. 5 versenyzővel indultunk el a magyar bajnokságra, ami engem meglepett, mert abból 3 érem született, és a Nyári Dávid 37 kilóban lett második. Őtőle vártam ezt az eredményt, mert ő nálunk a válogatott versenyzőnk, és őtőle vártam. Ki is jött a szavam, én mondtam, hogy legalább 2-3 döntősnek kell lenni, a Nyári Dávid döntős is lett ebben. Második volt a Sárközi János, aki érmet szerzett, ő mindjárt egy egri srácot kapott ki, ő volt a válogatott a súlyba, egy iszonyú, roppant erős gyerekről volt szó, egy srácról, de viszont a Janika által sarat, és végigboxolta vele, pontozással kikaptunk, sajnos alul maradtunk. Paks történelmében nem nagyon, hogy volt még szerintem ilyen, felnőtt elit hölgyünk is lett, nemrég igazoltuk Szekszárdő, őt elindítottuk a felnőtt magyar bajnokságon, amit érmet hozott nekünk. Egy olyan lánytól kapott ki, aki 4 éve a magyar bajnokságon folyamatosan döntőt boxolja. Volt egy kis probléma benne, mert a bíró úgy látta, hát kellett védeni a válogatott lányt, hogy tenyeres, és akkor megintették a Sebestyén Daniellát, plusz 80 kilós hölgyünket, és megintették, és ezzel kapott ki, ami szerintem, ha nem intik meg, akkor meghozza a győzelmet, és a döntőbe kerülünk vele is. A Szili Donáttól jobb eredménytől váltam, de sajnos egy föntről lejött súlyú versenyzővel, egy válogatott versenyzőtől, Donát is válogatott, viszont összecsaptak, mindjárt első nap összepárosították őket, és sajnos a Donát maradt alul. A plusz 80 kilósunk a Wolf Norbert juniorba, ő egy pécsi zsutipe sráccal boxolt, nagyon sokat járnak hozzánk kesztyűzni, ott sajnos tudhatni, hogy nem a Norbi volt az esélyesebb, és ez a végeredményben ki is jött, hogy sajnos alul maradtunk. Jobb felütés, bal egyenes, jobb egyenes. Egyenesre zárjuk le, minden egyes felütés után egy egyenesre zárjuk le, vagy kettőben. 2019-ben boxolok, és azért választottam a sportot, mert nagyon sokat néztem anyukámmal az ökölvívást, és nagyon megtetszett. Igen, meg nagyon sokszor néztem az edzőmet, Orsós Attilát nagyon sokszor néztem, és nagyon megtetszett, hogy milyen jól üt, és akkor ilyenek. És nagyon szerettem volna én is ilyen jó ütéseket megtanulni. A magyar bajnokságon egy Hellfight-os Miskolci ellenfelemmel játszottam, ott egyhangú pontozásra sikerült nyernem, utána bekerültem a döntőbe, ott egyhangú pontozással kikaptam, szoros meccsben kikaptam, és hát egészen jó megelégeltem ezzel az eredménnyel. Nagyon kapkodtam inkább, meg nagy volt a stressz rajtam, hogy jó, ez magyar bajnokság, meg ez az. Jövőre már szeretnék följebb menni egy picivel, talán 40 kilóra. Az idei utolsó nagy megmérettetés december közepén lesz. Győrben rendezik meg a felnőtt magyar bajnokságot. Erre 2 fővel készülnek a paksi boxolók.